Bármit csak két fordulót játszottak le a női kézlabda NB1B-ben, már is el lehet mondani, hogy a kisvárdai KC jól kezdte a szezont. Rácz Sándor együttese az első fordulóban 9 gólos hátrányból felállva játszott 27-27-es döntetlent a legutóbbi ezüstérmes Kecskeméttel, második meccsén pedig megszerezte első győzelmét a KKC. Orosházán az első bajnokin súlyos térsérülést szenvedő szabókapus nélkülöző vendégek egy góllal nyerték az első félidőt, a második játékrész első felében pedig végleg eldöntötték a két pont sorsát. Más mérkőzés volt edzői szempontból is, tehát nem volt ilyen hektikus és szívroham környéki mérkőzés. Fejfelmért haladt a két csapat. Első félidő zömében 1-2 góllal a hazai csapat vezetett, viszont a félidőre már mi mentünk egy előnnyel. Aztán következett a második félidő, ami részben hasonlított az első mérkőzéshez, és az első mérkőzésen a felzárkózás abból fakadt, hogy volt egy 12 támadásból 11 gólt lőttünk, itt pedig volt egy 14 támadásunkból 12 gólt lőttünk. Ebben a negyed órában el is dőlt a meccs. A vége már az ilyen ráadás volt, mind a két csapata a mérkőzés végét várta. A kisvárdai csapat a harmadik fordulóban a bajnokságot egy vereséggel és egy győzelemmel indító Nyíradonyt fogadja. Munka van bennünk, és ebből a munkából lehet jól, meg kötelességünk jól is játszani. Nyíradonyról viszont el kell mondani, hogy ilyen észrevétlenül ott lézeng és ott lappang már évek óta az NB1B-be, és többször fenyegette a dobogós helyet. Meg is csípték néhányszor, talán egy kicsit most nagyobb játékos cseréjük volt, és talán keresik az arculatukat, de egy kényelmetlen ellenfél lesz. Azt mondom, hogy a két emberes és a digi-dugi kézilabdának a magas színvonalát fogják előadni, meg fogunk izzadni velük. A kisvárdai KC Nyíradony mérkőzés szombaton 16 órakor kezdődik a Várdai Sportcsarnokban.